közeledik a pollen szezon. A következő napokban egyes kora tavaszi allergén növények pollenje minimális mennyiségben már jelen lehet a levegőben. Fejlesztések Nyírgelsén. Közel 40 millió forintból újult meg a művelődési ház és az önkormányzat konyhája a településen. Csellengők. Az elmúlt bő fél évtizedben megduplázódott a regisztrált gyermekeltűnési esetek száma Magyarországon. A következő napokban egyes koratavaszi allergén növények, így a mogyoró, az éger, valamint a ciprus és tiszafa félék pollenje minimális mennyiségben már jelen lehet a levegőben. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Tüneteket okozó koncentráció azonban sehol sem várható, adta ki közleményében a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Viszont a fűtési szezonban a beltéri allergén terhelés miatt gyakoribbá válhatnak a penészgomba és poratka által kiváltott allergiás megbetegedések. Január végén Győr környékén már kimutatható és érzékelhető jelei voltak a pollen szezon kezdetének. Itt a gombák okozhattak tüneteket az érzékeny allergiások körében. Bár jelenleg még nagyon alacsony szinten van a különböző allergén növények por koncentrációja, hatásuk már érezhető. A koratavaszi virágzó fák azok, amik először a problémát szokták okozni, tehát akár már február vége, március elején is emelkedhet a, például a fűznek vagy a nyárfának a pollen koncentrációja. És ez ugye kiválthatja az ennek megfelelő tüneteket, tehát ugye a szemviszketés, orviszketés, galatviszketés, tüsszögés, orfolyás és ugye az egyéb ilyen jól ismert allergiás panaszokat. Jellemzően március elején kezdődnek az allergiások problémái, az elmúlt években tapasztalható klímaváltozás miatt ez egyre korábbra tolódik. Már akár 4 héttel korábban is jelentkezhetnek az első tünetek az arra érzékenyeknél. A nemzetközi előrejelzések szerint a következő 10 évben ez a helyzet tovább romlik majd. Most azonban még nem késő felkészülni az idei allergia szezonra. Mindenkinek ismeri kell saját magát elsősorban, tehát aki tudja magáról, hogy érzékeny ezekre a növényekre, azoknak érdemes már egy kicsit hamarabb elkezdeni a megfelelő terápiát, természetesen a kezelő orvossal együtt működve. Meg hát ugye, aki megteheti, azért célszerű, hogyha minél több időt tölt olyan helyen, ahol nem található meg ezeknek a növényeknek a pollene, tehát például magas hegyi vidéken. A fűtési szezonban a beltéri allergén terhelés révén gyakoribbá válhatnak a penészgomba és poratka által kiváltott allergiás megbetegedések is. Ez tüsszögéssel, orrfolyással és ordogulással, köhögéssel, szemviszketéssel járhat. A rendszeres takarítás és a gyakori szellőztetés mellett segíthet, ha a szőnyeget például laminárpadlóra cseréljük. Ügyeljünk rá, hogy a lakásban a hőmérséklet ne legyen 20 fok felett, és a páratartalom se haladja meg a 60%-ot. Közel 40 millió forintból újult meg a nyírgelsei művelődési ház és az önkormányzat konyhája. Utóbbiban saját, a településen megtermelt alapanyagokból főznek közel 200 személyre. Hamarosan az egészségház építése is elkezdődik, 60 millió forint állami forrásból. A tervek szerint belterületi kerékpárutat is kiépítenek majd a településen. A nyírbátori kistérséghez tartozó Nyírgelse teljes népessége több mint 1000 fő, területe pedig alig 30 négyzetkilométer. Így azon kis települések közé tartozik, amelyek fejlődésére és fenntarthatóságára egyre nagyobb figyelmet fordít a kormány. Magyarország gazdaságának az erősödésével egyre több lehetőség van arra, hogy ne csak az uniós forrásokra támaszkodva, hanem azai forrásokból is juttassunk azokra a vidéki településekre, amelyek 2010 előtt kifejezetten el voltak hanyagolva. Itt az utóbbi időkben én úgy látom, hogy nagyon sok energia és nagyon sok forrás fordítódott arra, hogy a településeken, a kisebb településeken is tudjuk az életvitelt segíteni, az életlehetőségeket javítani. Nyilván a gazdaságnak a fejlődése az egy eszköz erre, tehát az önkormányzatoknak ezek az ilyen típusú beruházásai, amit hazai forrásból a belügyminisztérium támogatásával ilyen esetben meg tudtak valósítani, azok is rendkívül fontosak, sőt egyre inkább fontossá válnak. A Magyar Falvak program például teljes egészében hazai forrásokból valósul meg.
Két nagyobb mértékű beruházást fejeződött be Nyírgásén. Közel 30 év után újra van saját konyhája az önkormányzatnak. Az ehhez szükséges mintegy 20 millió forintot az önkormányzat takarította meg 2017-ben és 2018-ban. A konyhán friss, a település által termelt alapanyagokból főznek közel 200 főre. Emellett a művelődési házat is sikerült felújítani. A művelődési ház egy 20 millió forintos beruházás volt, ami az adósság konszolidáció nem része önkormányzatnak a pályázatán nyertünk el, ami azt jelenti, hogy Nyírgelse nem halmozott fel semmilyen adósságot, semmilyen tartozást, amit az állam átvállalt volna. Aznak a településnek volt egy ilyen kiírása, mi megpályáztuk, és akkor ezt megnyertük. Úgy gondoltuk, hogy mivel a központban van önkormányzattal szembe, akkor innen egy olyan szépíteni, mint az önkormányzatnak az épülete. Ezek a fejlesztések már befejeződtek, hamarosan azonban új projektek indulhatnak. Már elnyert pályázat teszi lehetővé például, hogy egészségház épülhet majd Nyírgásén. Ez 60 millió forintos toppos forrásból valósulhat meg. Az építési engedélyeket már beszerezték, a tervek szerint idén látható jelei lesznek a beruházásnak. A 471-es főútvonal megújítása után a kerékpáros forgalmat ugye letereltük a főútvonalról külterületen, megépült Nyíradonyi és Nyírmegyes között a kerékpárút hálózat, és most a területfejlesztési operatív program jóvoltából belterületi kerékpárút építésén van a sor, így Nyírgelsén is, de különben Nyírmihályban, Nyírbogáton, sőt, mi több, még Nyírbátorban is kerékpárút építés előtt vagyunk. A térségben különben Nagykállóban, Újfehértón és Biriben és Balkányban is épülni fog kerékpárút reményeink szerint. A nyírgásai kerékpárút tervei és az építéshez szükséges pénz már megvan. Jelenleg a megfelelő kivitelezőt keresik a munkálatok elvégzéséhez. Az elmúlt bő fél évtizedben megduplázódott a regisztrált gyermekeltűnési esetek száma Magyarországon. A rendőrség honlapján jelenleg több mint 1718 év alatti eltűnt lány és fiú képe szerepel. Közülük vannak, akiknek napokkal ezelőtt, és vannak olyanok is, akiknek évekkel ezelőtt veszett nyoma. Az eltűnt gyermekek megkeresésében aktív szerepet vállal az Ezer Lámpás Éjszakája Alapítvány. Az Ezer Lámpás Éjszakája nevű civil kezdeményezést 2011-ben indították el azzal a céllal, hogy felhívják a társadalom figyelmét a gyermekeltűnések aggasztó jelenségére. Kárász Róbert közel egy évtizede próbál segíteni alapítványával az eltűnt gyerekeknek és családjaiknak. A program a nemzetközileg is bejegyzett eltűnt gyermekek világnapjához kapcsolódik. Céljuk, hogy segítséget nyújtsanak az eltűnt gyermekek minél hatékonyabb felkutatásában, és felhívják a figyelmet a megelőző intézkedések fontosságára. A program részeként meghonosították a teljes doboz akciót, melynek segítségével több tucat fiatalkorút sikerült megtalálni, és hozzájárultak a jelenséggel összefüggő párbeszéd elindításához is. Ami nagyon fontos volt számomra az az, hogy a program mellé csináljunk egy olyan kampányelemet, amin keresztül még hatékonyabbá tudjuk majd tenni ezt a fajta kommunikációt, illetve a fiatalkorúak felkutatását. És miután én tudtam azt, hogy az Egyesült Államokban a 70-es évek végétől kezdődően volt egy úgynevezett teljes doboz akció, elhatároztam azt, hogy ezt Magyarországon is meghonosítom. A terv megvalósult, és azóta Magyarországon is megtalálhatóak a boltok polcain azok a teljes dobozok, amelyeken az eltűnt gyermekek fotóit láthatjuk, tájékoztatott Kárász Róbert. A gyermekeltűnések száma folyamatosan nő. Míg 2011-ben 10 000 esetet regisztráltak, tavaly már 20 000-et. A regisztrált eltűnések számában bekövetkező növekedés oka az, hogy a bejelentések gyorsasága sokkal dinamikusabb, mint eddig volt. Ma már 2-3 perc alatt bejelentjük egy gyermek eltűnését, mikorában többet vártak vele az emberek, mondta el Kárász Róbert. Könnyebben nyúlunk a telefonhoz, könnyebben és magabiztosabban jelentjük ezt be mondjuk a rendőrségen, de ezt nagyon jól teszünk. Tehát valószínűleg, hogy az emelkedésnek ez az egyik oka és kiváltója. A másik ugye, hogy amit a szakemberek mondanak,
a legtöbb eltűnés, tehát a legtöbb gyermek eltűnés, az gyermekvédelmi otthonokban, intézetekből történik, és ott bizony a statisztikát erőteljesen megdobja az, hogy vannak olyan fiatalkorúak, akik mondjuk ebből a gyermekvédelmi intézetből egy év leforgása alatt, mondjuk akár 10-15-ször, nem ritk esetben, akár 20-szor is megszöknek. Hányszor megszöknek, ezt ugye mindig bejelentik a rendőrségen, ez is ugye emeli ennek a statisztikának a számát. A harmadik tényező, hogy nagyon sok olyan fiatal van Magyarországon, akik tényleg boldogtalanok, és keresik az élet szépségét. Inkább csellengenek egy szebb jövő reményében, tette hozzá Kárász Róbert. Sokkal tudatosabban kell élnünk, és jobban oda kell figyelnünk egymásra és a környezetünkre. A gyermekeltűnések megakadályozása kiemelt cél, hiszen a csellengő fiatalok potenciális áldozatai a gyermekprostitúciónak és a bűnözésnek. Idén először nem emelte a kormány a közmunkabért, és a minimálbér nettó összege is alacsony, hangzott el az MSZP nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Halmi József, a párt megyei alelnöke kiemelte, a családi pótlék sem emelkedett évek óta, és a jó gazdasági adatok ellenére sem növekednek megfelelően a nyugdíjak. Azt mondják, hogy a MSZP elvette a 13. havi nyugdíjat, miközben az MSZP adta, a Fidesz 14. havit is ígért, ma már a rendes nyugdíj is késik, tehát még annak is megvan az esélye, hogy még nyugdíjt se fognak fizetni, mert képesek erre, és közben azt látjuk, hogy nem hagyja végre azt a törvényt, amit a Bajnai kormány meghozott nyugdíj törvényként, hogy a gazdasági növekedésnek arányába kell emelkedni a nyugdíjnak, vagyis pontosabban a prémiumnak. A vakok és gyengén látók számára is élvezhető, különleges kiállítás nyílik februárban a Jósa András Múzeumban. A Tapintható Világ elnevezésű tárlaton kötelező majd a kiállított tárgyakat megérinteni. A látók pedig egy szemtakarót viselve fedezhetik fel az elismert és kezdő művészek munkáit. Fontos, hogy a művészet a látássérültek életében is megjelenjen. Legutóbb 2014-ben volt ehhez hasonló kiállítás a Jósa András Múzeumban. Egy újabb tárlat nyílik hamarosan a Józsa András Múzeumban. Az intézmény az idén tovább fejleszti jó kapcsolatát a nyíregyházi Rotary Klubbal. Ennek egyik eredménye a februárban nyíló kiállítás. A múzeum bízik abban, hogy széles réteget fog érdekelni a nem mindennapi tárlat. A tárlatnak a kezdeményezője a nyíregyházi Rotary Klub volt. Vezetőség megkeresett bennünket, szívesen fogadtuk ezt a kiállítást, ezt kifejezetten vakoknak és gyengénlátóknak terveztük ezt a kiállítást, de természetesen a 100%-osan látók is megérzékelhetik azt a világot, amit ők éreznek, amikor meglátják vagy tapinthatják ezt a kiállítást. A kiállítás szervezése hosszú hónapokra nyúlik vissza, közölte a nyíregyházi Rotary Klub jelenlegi elnöke a sajtótájékoztatón. A Rotary Klubnak és a nyíregyházi Józsa András Múzeumnak a kapcsolata nagyon hosszú és nagyon régi. Évente két rendezvényt csinálunk itt ebben a házban. Karácsony előtt egy Mikulás rendezvényt és húsvétkor egy húsvéti nyuszi rendezvényt a gyerekeknek. És ugye a közösen eltöltött idő, beszélgetések hozták ezt a programot, és ez valamikor 2017-kor a tavaszán indult el, amikor Urbán Lajos úr felvett a kapcsolatot a múzeummal, és erről beszélgettek, hogy jó volna csinálni egy ilyen dolgot, mert Urbán úr is készült az ő Rotary évére, a programjára, és valahol ez innen indult el, és ez egy hosszú folyamat, és hál' Istennek most jutottunk el odáig, hogy február 23-án ez a kiállítás meg lesz nyitva. A Rotary Klub a Talentum programjának köszönhetően jutalmazni is fogja azokat a diákokat, akik a kiállításhoz kapcsolódva valamilyen pályamunkát készítenek majd. Egy múzeum számára már csak azért is különleges egy ilyen tárlat, mert az intézményekben általában tilos a kiállított tárgyakhoz hozzányúlni, most viszont kötelező lesz mindent megérinteni. Felajánljuk a lehetőséget mindenkinek, hogy szemtakaróval, vagy anélkül is megtekinthet és megtapogathatja az alkotásokat. Látássérült és látóvezetők is lesznek a kiállításban. Nem lesz elsötétítve maga a terem. Nagyon sok színű lesz
a felhozatal az alkotásokból amatőr és profi művészek tolmácsolásában. De mindenképp lehetőség lesz, mint említettem. Szemtakaróval is felfedezni. 2014-ben már volt egy hasonló kiállításunk, és volt, aki kellemetlenül érezte magát, ha felvette a szemtakarót, ezért így nem kötelezzünk senkit, de ott a lehetőség, hogy ezt meg lehet próbálni. Mint a kiállításnak az alcím, hogy válts nézőpontot, lehetőséget adunk egy más dimenzióból megközelíteni a felfedezést. A kiállításon például Németh Erika szobrászt és grafikus művész, Verebélyi Olga szobrász művész és Bori Dóra keramikus művész alkotásait láthatják majd a látogatók. A vakok és gyengén látók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének elnöke a sajtótájékoztatón kiemelte, az ehhez hasonló tárlatokra nagy az igény a szervezeten belül is, ugyanis a tagok rendszeres múzeumlátogatók. Fontos, hogy a látássérültek életében is megjelenjen a művészet. A tárlat elkészítésében az egyesület is feladatot vállalt. A Pseudo kiállításon futottam össze Hudák Zsolttal és a Teker csoporttal, és akkor felvetődött bennünk, hogy egyszer egyes Lego kockákból Braille-ben rakjunk ki egy idézetet. Ez most megvalósult, közösen alkottuk, hiszen a táblának a végét én és a munkatársaim is segítettünk kirakni, illetve korrektúráztuk a Braille feliratot. Most az, hogy Braille feliratot készítünk Legóból, ez egy picit nehezíti majd az olvasást annak, aki Braille írással tud, de valahol egy kuriózum is, és megmutatjuk azt, hogy a Braille-t azt másképpen is meg lehet jeleníteni. A Tapintható Világ című kiállítás február 23-ától egészen március 31-ig látogatható majd a Józsa András Múzeumban. Sorozatban negyedik bajnoki meccsét is megnyerte a Nyíregyháza Blue Sharks, a Kék Cápák az NB1B piros csoportjának 18. fordulójában lejátszott mérkőzésen az MTK Török Bálint csapatát fogadták, és a vendégek 73-66-os vereséggel távoztak a Continental Arénából. Vasárnap a Nagykőrös látogat Nyíregyházára. Jól kezdték a meccset a hazaiak, az MTK egy 9-0-ás roham után kezdett zárkózni, az első negyed végén viszont már 21-21 volt az állás. A második 10 percben elléptek ellenfelüktől a Cápák, a nagy szünetre 14 pontos nyíregyházi vezetésnél vonultak le a csapatok. Fordulás után elkezdett visszakapaszkodni a Török Bálint, a harmadik negyedben 6 pontot le is dolgoztak hátrányukból a vendégek. A folytatásban a nyíregyháziak tartották a különbséget, és egy nem túl színvonalas, inkább küzdelmes mérkőzésen zsinórban negyedik győzelmét szerezte meg Siska János együttese. Nagyon akadozott a játékunk, alsó poszton szinte alig tudtunk kosarat dobni. Ez köszönhető annak, hogy a Gergő megsérült, a Tóth Geri, illetve a Cingerzónéknak is fájt a bokája, ezért nem tudtunk alsó poszton dominálni, külső dobásaim pedig nem mentek úgy be, ahogy szokott. Hát nem volt szép mérkőzés, az anyag, hogy nyertünk. A nyíregyháziak játékosa Bazsó Bruno szerint a vártnál nehezebben sikerült legyőzniük az MTK Török Bálintot. Kicsit könnyebb mérkőzésre számítottam, az MTK eléggé megnehezítette a dolgunkat, zónáztak egész mérkőzésen szinte, és eléggé behúzódtak, ezáltal nem tudtunk könnyű kosarakat szerezni, és ezért lett ilyen szoros a végeredmény. A vendégek edzője, a játékosként korábban nyíregyházi színekben is szereplő Bódi Ferenc a vereség ellenére sem volt elégedetlen csapata teljesítményével. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó mérkőzés sikerült ma játszanunk. Soha sem szoktam panaszkodni, de több sebből vérzünk most. Amúgy sem vagyunk sokan, de betegségek sérültek tizedelik csapatunkat. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy nagyon jó mérkőzés sikerült ma játszani. Elkövettünk néhány olyan egyéni hibát, amit nem a megbeszéltek szerint, tehát nem a játékokból kezdeményeztünk akciókat. Én azt gondolom, hogy ezeket rendre nagyon rossz döntés követte, de semmit nem volt le a Nyíregyháza érdeméből a győzelem, melyhez ezúton is gratulálok és további sok sikert kívánok nekik. A mezőny legeredményesebb játékosa a 29 pontot szerző nyíregyházi nevelésű Jakab Péter volt. Egyfajta kettős érzés hazajönni. Egyrésztről nagyon szeretek Nyíregyházán játszani, igaz, sokat játszottam itt. Másrészt kicsit furcsa azok ellen a játékosok ellen játszani, akik sokáig a csapattársaim voltak.
A forduló további eredményei a következők. Nagykőrös Vasas Akadémia 70-87, PVSK Budapesti Honvéd 102-78, Oroszlány Békés 97-67, Bonyhád Budafok 78-86, Veszprém MAFC 98-90 és MEAFC Miskolc BKG prémiese 83-79. A tabella élén a Veszprém áll 100%-os teljesítménnyel, megelőzve az egyaránt 16-2-es mutatóval rendelkező MAFCot, illetve Oroszlányt. A Nyíregyháza Blue Sharks 12 győzelemmel és 6 vereséggel az 5. helyen várja nagykőrös vasárnapi vendégjátékát. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A következő napokban egyes koratavaszi allergén növények, így a mogyoró, az éger, valamint a ciprus és tiszafa félék pollenje minimális mennyiségben már jelen lehet a levegőben. Tüneteket okozó koncentráció azonban sehol sem várható, adta ki közleményében a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Viszont a fűtési szezonban a beltéri allergén terhelés révén gyakoribbá válhatnak a penészgomba és poratka által kiváltott allergiás megbetegedések. Közel 40 millió forintból újult meg a nyírgelsei művelődési ház és az önkormányzat konyhája. Utóbbiban saját, a településemnek termelt alapanyagokból főznek közel 200 személyre. Hamarosan az egészségház építése is elkezdődik 60 millió forint állami forrásból. A tervek szerint belterületi kerékpárutat is kiépítenek majd a településen. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták február 6-án szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Derült idő várható, éjszaka párássá válik a levegő, zúzmarás, köd is képződhet, csapadék nem lesz, az északi szél időnként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet, mínusz 5, mínusz 6 fok körül alakul. Általában kevés felhő, több órás napsütés várható, a zúzmarás köd fokozatosan feloszlik, kitisztul az idő, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5-6 fok körül alakul. A Kárpát-medence fölé egy anticiklon húzódik, amely középpontjával holnap kissé keletebbre helyeződik. A hét utolsó napjaiban a ködfoltok feloszlását követően változóan felhős időre van kilátás, hosszabb-rövidebb időre mindenhol kisüt a nap. Csapadék nem valószínű. A jövő hét első felében gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, hétfőn több felé elered az eső, zápor, kettől szorványosan valószínű csapadék, eleinte zápor eső, havas eső is, majd egyre inkább hózápor, kisebb havazás. A hétvégén erősödik a nappali felmelegedés, a jövő héten azonban ismét visszaesik a hőmérséklet.